Sok minden történt ezen a meccsen. Ugye vezettetek, fordított a Fehérvár, aztán beállt Szendrey Ákos, nem sokkal később Nagy Olivér, és kis túlzással ez a két játékos megint megfordította a meccset, aztán egy gyönyörű góllal egyenlített ugye a végén a Fehérvár. Mesélj, milyen volt ez a meccs először az oldalvonalról, aztán pedig belülről? Hát egyébként nagyon jó ütemű meccsnek éreztem meg rengeteg akcióval, szóval ez nagyon-nagyon dús meccs volt, akciódús meccs volt. Szerintem szórakoztató, közönség szórakoztató volt, és azért úgy gondolom, hogy meg kellett volna nyerni a meccset, bár azért így se lehetünk elégedetlenek idegenben, ezzel az egy ponttal. Boldog vagyok, hogy Olivér is volt ott, és én is, nagyon-nagyon örülök ennek. Viszont azért jó lett volna még esetleg egyet a végén, de nem vagyok elégedetlen, és örülök, hogy majd legalább ki tudtok hozni ezt az egy pontot. Ugye te azért mind a két gólból kivetted a részed, az egyenlítőből is. Mesélj, Szabó István milyen szavakkal küldött a pályára? Az, hogy már nagyon itt érik a gól. Mondta, hogy most már azért ideje lenne gólt rúgni, úgyhogy meg is fogadtam. Hát igen, az Olivier gólját azt pont kétszer is állított előtte az ellenfél kapusa. Hát sajnálom, hogy nem tudtam belőle, de nagyon örülök, hogy Olivier ott volt, és kisegített engem, mert akkor nagyon kaptam volna, az biztos. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök az ő góljának is. Ugye te túl vagy azért egy hosszú sérülésen, rég lőttél gólt az NB1-be, talán 2,5 éve, ha jól néztem, még a Paksban. Mennyire kellett ez a lelkednek most? Hát őszintén nagyon. Tehát már volt ugye egy lesgólom, és akkor is azt elvették, az is nagyon fájt. Nagyon sokat dolgoztam érte, mindig úgy érzem, hogy oda teszem magam, mindig a maximumot adom, és nagyon-nagyon kellett ez a gól, és ezt is érzékenyültem, hiszen azért itt is voltam egyébként, ugye, egy fél évet. Hát igen, ez a sérülés az nagyon megviselt, viszont úgy gondolom, hogy túl vagyok rajta, megdolgoztam azért, hogy itt legyek, úgy visszakerültem NB1-be, aminek nagyon örülök, és megkaptam a lehetőséget, és nagyon szépen köszönöm a Szabó Istvánnak, és örülök, hogy most ezt meg tudtam hálálni egy gólra, remélem a jövőben még sokkal többet is meg fogom tudni majd. És mondta rólad Szabó István, hogy egyébként egy nagyon tehetséges támadó vagy, mi lehet most, kinyílhat a gólcsap is? Hát nagyon remélem. Mindig az első a legnehezebb, ezt mindenhol tapasztaltam, hogy azért az elsőt nagyon nehéz volt megrúgni. Úgy remélem, hogy akkor most tényleg kiszakad a gólcsák, és gólokkal, gólpasszokkal fogom segíteni a csapatot, de legfőképp először is jó játékkal és kemény munkával kell ezt majd megháláljam és megmutatnom. Úgyhogy remélem azért majd érkezni fognak a jövőben gólok is, és mindent meg fogok tenni, hogy a csapat sikeres legyen. És összességében lehet, hogy kicsit keserédes a szátok íze, de mondta Szabó István is, hogy azért a Gödörből viszont elég jól elkezdtetek kilábalni, mondhatni, hogy most már kín is vagytok belőle. Hát igen, mindenképpen azért jó lett volna ezt a meccset behúzni. Sajnálom, hogy azért kaptuk azt a gólt, de hát gyönyörű gól volt, és az ellenfél játékosa tényleg hihetetlen meccset játszott, azért 3 gólt rúgott. Igen, az nagyon nagy Gödör volt, azt kell mondjam, de szerintem együtt a csapattal nagyon jó hangulat van, és mindenki az egymásért tényleg mindent megtesz, és kisegítjük egymást, ott vagyunk, nagyon jó a közeg, és úgy gondolom, hogy ennek hatására sikerült így kijönni ebből a Gödörből, és nyertünk is meccseket, illetve most ez az egy pont. Szerintem ezt mindent megtettünk, amit lehet, és jól nézünk ki, jól játszunk szerintem, és remélem a jövőben ez ugyanúgy eredménnyel fog majd párosulni.